Boti, nincs kedved inkább focizni menni? Meg akarsz lopni? Hát, csak egy kicsit. Az ünnepségen ülni olyan unalmas, pláne, hogy az udvaron milyen szépen süt a nap. Nem is igaz, az ünnepség nem is unalmas, hanem nagyon is érdekes. Főleg a március 15-ei. Nekem ez a kedvenc ünnepem. Ha-ha-ha, március 15, március 15, nekem pedig a karácsony. Persze, de legyél már ilyen mutus. A karácsony másfajta ünnep. Én is nagyon szeretem. Kapunk ajándékot, együtt van az egész család. De a március 15-ei az nemzeti ünnep. Ezen a napon ünnepeljük az 1848-as magyar szabadságharc kezdetét. Ez a nap jelképé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Igen, és minden ember kokárdát tűző ruhájára. Azt is hallottam, hogy ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett. A francia forradalom eszméje szellemisége átformálta az Európában élő emberek életét. Mi volt az az eszme? Pontosan nem is tudom. Itt van a telefonod? Persze, várj, beírom a keresőbe. A francia forradalom eszméje. Minden embernek természetes és elégeníthetetlen jogai vannak. Ezek közül a legfontosabbak az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jogok. Hű, minden embernek? Mit szóltak ehhez az uralkodók? Gondolom nem nagyon tetszett nekik. Ezért lehetett az a sok háború. Egyszerűbben is elintézhették volna. Miért? Mire gondolsz? Eszedbe jut, hogy felső tagozatban már lesz történelem tantárgyunk, és mennyi mindent kell megtanulnunk, azért, mert a felnőttek mindent túlbonyolítanak. Addig bonyolult, amíg meg nem tanulod. Különben is, örülj neki, hogy tanulhatsz. Régen csak az uralkodói osztály gyermekei tanulhattak. Ha mondjuk egy földműves családba születtél volna 200-300 évvel ezelőtt, akkor egész életedben dolgozhattál volna. Akkor nem is játszottuk volna együtt? Ha én a földes úr fia vagyok, te pedig a földműves fia vagy, akkor nem. Te dolgoztál volna gyerekként is, én pedig tanulhattam volna. Micsoda igazságtalanság! Na látod? Ezért volt jó a francia forradalom, mert egyre többen jöttek rá arra, hogy a feudalizmus, a rendszer, amelyben éltek, nagyon igazságtalan és lehet tenni ellene. 1848-ban újabb forradalmak törtek ki Európában, melynek híre elérte Magyarországot is. Aha! Erre a szöpető Petőfi Sándor verse a feltámadott a tengert.